Sajnálatos módon arról kell beszámolnunk, hogy a múlt század 60-as, 70-es éveiben még a Tolna megyei kézilabda fellegvárnak számító Tolnamözsnek 2021-22-ben nem lesz a nemzeti bajnokság valamelyik osztályában szereplő felnőtt csapata. Közel fél évszázada mindig volt legalább egy harmadik vonalbeli NB2-es csapat, sőt a rendszerváltozás után még jó néhány évig az NB1-ben is komoly játékerővel bíró kézilabda csapata volt a településnek. Nem utalt egyébként az elmúlt bajnokságban semmi arra, hogy vissza fogják léptetni a csapatot. A 8. hely biztos bentmaradást jelentett, alsóházi rangadókat nyert a csapat, s olykor jobbakat is hazai pályán megszorongatta Izsák Bálint csapata. A pénz sem fogyott el időközben, de a hadrafogható játékosok hirtelenjében, mint egy varázsütésre, nagyon. Tavaly is olyan játékosokkal álltunk föl, akik már közelebb voltak a 40-hez, mint a 30-hoz, de nagyon jól hely tudtak állni, tudtunk nyerni fontos mérkőzéseket. A 12 csapatos mezőnyben 8. helyen végeztünk, ami az elvárásokon felül teljesítettek, úgymond a lányok, nagyon büszkék vagyunk rájuk, de sajnos eljött az idő, amikor szögre akasztották a cipőjüket. Demoklész kardként mindenképpen ott lebegett a tolnamezsi minőségi kézilabdázás fölött. Mi van, ha a már családanyák, még segíteni tudó egykori remek játékosok egyszerre egy időben hagyják abba a játékot, ami most megtörtént? Konko Edit, Sipos Ágnes, Szabó Andrea, aztán Molnár Steiner Évi is, Szilágyi Hedvig játszott ugye fél évet nálunk, sajnos lesérült közben. Ő sem tudja, tehát van itt 5-6 olyan játékos, aki már sajnos kiöregedett, és végleg abba hagyták a kézilabdát. A női kézilabda persze nem szűnik meg ezzel Tolnán. A megmaradt felnőtt játékosokhoz csatlakoznak az ifisták, és a megyei női bajnokságban indul a Tolna KC. Tegyük hozzá gyorsan, első ránézésre esélyesek a Tamási mellett a bajnokság megnyerésére. Igen, meg kell nyerni elsősorban a megye bajnokságot. Nem teszünk le az NB2-es indulásról. Most ez egy remélem átmeneti időszak. Próbáljuk majd a zifistákat arra a szintre felhozni minél előbb, hogy el tudjunk indulni az NB2-es bajnokságba. Természetesen ehhez kell a megye bajnokság megnyerése. Izsák Bálint, aki cirka 2 éve viszi a kézilabdát vezetőedzőként a klubnál, optimista a tekintetben, hogy hozzávetőlegesen 30 serdülő és ifi játékos között jó néhány olyan ügyes gyerek kézilabdázik, aki, ha szorgalmas lesz, 1-2 éven belül föl tud nőni az NB2-es szintre. 3-an, 4-en, 5-en is vannak. Hát sokat kell velük dolgozni, vannak elmaradások, látom már nagyjából, hogy mik azok, amiken fejlődni kell, mik azok a területek. Próbálom minél előbb arra a szintre hozni őket, hogy mondjuk egy NB2 felnőttben megállják a helyüket. Nyilván fiatalok, még 17-18 évesek. Kell még idő. Egyébként a tolnai női kézilabda szebb napjaiban is mindig szükség volt oldalági igazolásokra, elsősorban a magasabb osztályban játszó Szekszárdról, és a még nem távoli, sok játékossal rendelkező Dunaújvárosból érkeztek játékosok. Újra jó a kapcsolat mindkét klubbal, s okkal reménykedhetnek a most borongós hangulatú tolnamezsi szurkolók, ha jövőre újra belevághatnak az NB2-be, gyümölcsöző lesz számukra a jó szomszédvári kapcsolat.